Sok szeretettel köszöntöm a Szombathelyi Televízió nézőit, ismét jelentkezik a szolgálatban. A mai közrendvédelmi magazinunkban már az ünnepre készülődünk, és arra hangolódunk balesetmegelőzési és bűnmegelőzési szempontból. Természetesen a szilveszterhez közeledve a pirotechnikai eszközök használatáról is szót ejtünk majd. Most azonban először sok szeretettel köszöntöm a stúdióban két vendégünket, Német Andrea főnyomozó őrnagyot, jó estét kívánok, és Bogát Margit pszichológust. Jó estét, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Karácsony előtt vagyunk, karácsony előtti lázban égünk, élünk. Azt hiszem, hogy mindenki nagyon stresszes, bizony ez a bűnmegelőzésre is kell, hogy okot adjon, illetve hogy felhívjuk a nézőink figyelmét arra, hogy bizony sok mindenre oda kell figyelnünk a következő napokban. Így van, elmondhatom, hogy minden évben itt vagyok, és minden évben kiadja a bűnmegelőzési alosztályunk a sajtóközleményt, és még mindig azt látjuk, hogy nem elegendő mindaz a felhívás, amit mi közzé teszünk, akár személyesen, akár egy sajtótájékoztatón, akár pedig bármilyen kiadvány formájában. Hiszen annyi helyzetben érhet bennünket bármilyen bűncselekmény, annyi helyzetben válhatunk áldozattá, hogy szinte felsorolni is lehetetlenség. Kezdjük azzal, hogy elmegyünk egy bevásárlóközpontba, elkezdünk nézelődni, és amíg a gondolataink akörül forognak, hogy kinek milyen ajándékot, hogyan csomagoljuk be, mit vásároljunk, mikor használjuk fel, elfelejtünk a saját személyes vagyontárgyainkra figyelni. Ott hagyjuk a bevásárlókosáron a táskánkat, benne van a pénztárcánk, benne van a lakáskulcs, benne van az egyéb érték, és bizony egy pillanat műve, amíg ezeket az értékeket tőlünk el tudják tulajdonítani. Egyre több bevásárlóközpontba megyünk, egyre több ajándékot vásárolunk, értékes tárgyakat vásárolunk, és akkor úgy gondoljuk, hogy ezeket a termékeket szépen berakjuk a gépjárműbe. Csomagtartóba nem fér be, vagy nem akarjuk belepakolni, akkor ott marad az utastérben. És ezzel már felhívtuk a figyelmet arra, hogy a gépjárművünkben érték van. És a gépjármű feltörése, ha nincsen megfelelő technikai, mechanikai védelem alatt, akkor bizony egy nagy forgalmú, hangos és zajoktól nem mentes bevásárlóközpontban, illetve parkolóban pillanatok művel, és senki nem fog arra figyelni, hogy a mi gépjárművünket feltörték. Persze nem azt akarom mondani, hogy a gépjármű alapvetően egy biztonságos értékmegőrző, hiszen a csomagtartóba, ha berakjuk az értékeinket, a megvásárolt ajándékokat, előfordult már, hogy föltörték a gépjárművet, és kinyitva a gépjármű belsejéből a csomagtartót, el tudták onnan tulajdonítani az értékeket. Nagyon sok esetben találkozunk azzal, hogy valakik a Szentestét vagy az ünnepeket nem otthon, meghitt környezetben töltik, hanem elmennek étterembe. Ilyenkor szépen a táskát a hátunk mögött a székre akasztjuk, vagy felakasztjuk a fogasra, és nagyon sok esetben észrevehető, vagy láttuk azt, hogy egyszerűen a székünk háttámlájára valaki rárakja a saját kis kabátját, és azzal a kabáttal elemelte a mi táskánkat. Nagyon sokan például az ünnepeket wellness szállodában töltik. Értelemszerűen, hogy a lakás felügyelet nélkül marad. És ezért szeretnénk, illetve felhívjuk mindig a figyelmet arra, hogy ilyenkor kérjenek meg egy hozzátartozót, egy ismerőst, kérjék meg a szomszédot, hogy ürítsék a postaládát, szellőztessenek, nyissák ki az ablakot, tehát hogy mindenki számára világos legyen az, hogy ebben a lakásban élet van, ebben a lakásban itthon vannak, mozgás van, nem érdemes betörni. Ugyanakkor a karácsony közelettével hangsúlyt kell fektetnünk az emberi lélekre is. Nagyon kevés időt töltünk együtt az év során családtagjainkkal. Karácsonykor hirtelen sokat vagyunk együtt, sokan vagyunk együtt. Mi ennek a pszichológiai háttere, és mi a következménye? Igen, hát azt gondolom, hogy az emberek nagyon sokszor ejtik ki azt a mondatot, hogy a karácsony a szeretet ünnepe. És akkor, amikor novemberben vagy október végén már elkezdenek készülni a karácsonyra, akkor nagyon-nagyon sokszor azt gondolják végig, hogy kikkel szeretnék tölteni, hogy a családtagjai hogyan jönnek össze. Tehát találkoznak olyan emberekkel, olyan konfliktus helyzetekkel, olyan problémákkal, amikre nem készülnek fel előre. Tehát az, hogy találkoznak
találkozunk távolabbi rokonokkal, vagy találkozunk társaságban olyan emberekkel, akikkel nem rendeztük a konfliktusunkat, ez fájdalmat vagy problémát okozhat. Tehát a karácsonyra valahogy úgy készülünk, hogy a szeretet, de hogy a szeretet mögött a megbocsátás és az elengedés is készen áll-e bennünk, hogy már túl vagyunk-e ezen, ez nem biztos, hogy így van. Hát a karácsonykor elég gyakori, felfokozottak vagyunk lelkileg, lélektanilag, szenzitívebbek, mint az év más időszakában. Sok mindenre készülünk, tehát készülünk arra, hogy majd talán az ünnepfényében magunkkal is foglalkozunk, hogy megbékélünk másokkal, hogy örömet szerzünk, hogy kiegyenlítünk dolgokat. Tehát hatalmas nagy a lelki teher, nem az a fajta lelki munka zajlik bennünk, amit az év egyéb részében végzünk. Sokkal, de sokkal felfokozottabbak vagyunk. Nem végezzük el az eredendő fájdalommunkát egy csomó problémánkkal kapcsolatban, és valahogy az ünnep a fényeivel, a hatalmas nagy szeretet vágyal, az óriási igényel úgy ránk tör. Na most ezt nehezebben viseljük, és bizony karácsonykor gyakoribbak a fájdalmak, az összeveszések. Valamikor kollégáimmal, még anno, annak idején az ideggondozóban, vagy pszichiátriai gondozóban bizony a karácsony időszakát éltük meg a legaktívabbnak. Arról nem is beszélve, akik egyedül vannak, akik magányosak, akik már jó régen, már 2 hónappal az ünnep előtt attól reszketnek, hogy mi lesz velük egyedül, hogy hogyan töltsék az ünnepeket. Önök látják egyébként azt az embereken, hogy kiknél jelentkezhet ez a probléma, akár családi erőszak szintjén is? Igen, hát nyilván akik negativisztikusabbak, nem dolgoztak fel dolgokat, váratlan találkozásokat, váratlan dolgokat nehezebben kezelnek. Hát nem beszélve azokról, akik az úgynevezett probléma szenvedélybetegek, tehát nem biztos, hogy szenvedélybetegek, de a konfliktus helyzetekből úgy menekülnek ki, hogy az alkohol, vagy különböző felfokozott élvezeti szerek. Nyilván, hogyha nincs hozzászokva, vagy hogyha a problémára reagál mondjuk a karácsonykor a megszokottnál több alkohollal, akkor sokkal kötekedőbb és sokkal jobban robbannak az indulatok és az érzelmek. Igen, látjuk előre, hogy kinél várható. Andrea, a tavalyi évben, az előző években mi volt a tapasztalat, hogy valóban megnőtt a családon belüli erőszak így az ünnepek környékén? Átnéztem visszamenőlegesen 3 év karácsonyi időszakát, illetve októbertől decemberig tartó időszakot a családon belüli erőszakkal kapcsolatban, és nem mondanám, hogy jelentős emelkedés történt a családon belüli erőszakban a decemberi időszakában, illetve a december vége fele. Ahogy én itt tapasztaltam, és évről évre azt látjuk, hogy ahol családi konfliktus van, ahol probléma van a családban, az ott van szeptemberben is, ott van októberben is. És valószínűleg, hogy pont ez, amit a pszichológus asszony is mondott, hogy robbanni fogunk. Tehát eljön az a pillanat, legyen az a december 22-23-a, vagy éppen a Szenteste, amikor kész vége elég volt, éppen a tavaly évben Körmenden volt egy ilyen esemény, amikor többször tett bejelentést az áldozat, illetve a sértett, a feleség, hogy a férje bántalmazza, és december 23-a volt az a végső időpont, amikor azt mondta, hogy elég volt. És kést ragadott. Tehát nem mondom azt, hogy jelentősen emelkedik a száma, viszont mint rendőrként azt is el tudom mondani, hogy, és gondolom, hogy a pszichológus asszony is ezt megerősíteni, hogy vannak technikák arra, hogy ne legyen családon belüli erőszak sem decemberben, se karácsonykor, értelemszerűen nem kell, hogy probléma legyen. Én vallom azt, hogy amikor azt mondjuk, hogy boldog karácsonyt, akkor azt valóban úgy is érezzük, hogy boldog karácsony. Adjunk egy mosolyt. Nekünk nem kerül semmibe, szegényebbek nem leszünk tőle, a másik fél pedig örömmel fogja azt fogadni, és ha többet nem is adhatunk szeretteinknek, legalább egy mosolyt, és talán ezzel, mint ahogy a mosolynak, nevetésnek van egy stressz oldó hatása, ennyivel talán járuljunk ahhoz hozzá, hogy nekünk rendőröknek se legyen sok dolgunk az ünnepek alatt, illetve az egészségügyben dolgozóknak sem.
Akkor mik ezek a technikák? Megragadom az alkalmat erre, hogy megkérdezzem, hogy felkészüljünk erre a bizonyos karácsonyi időszakra lelkileg. Felfokozott stressz állapotban vagyunk, és amikor érezzük magunkon azt, hogy nagy az izgalom, hogy elfelejtünk sok mindent, hogy nagyon tartunk találkozásoktól, hogy tartunk attól, hogy a másik a pohár fenekére néz, és esetleg ebből konfliktus helyzet lehet, akkor elő kell vennünk a józanabb eszünket, és jobban meg kell szervezni a dolgokat. Tehát van, amikor tudjuk előre, hogy problémás helyzetek lesznek, nem kikerülni, de valahogy előre vagy megoldani, vagy átszervezni. Én elgondolkodtam, amikor jöttem ide a stúdióba, hogy nagyon sok fiatal család elmeséli nekem, amikor eljönnek hozzám, hogy vita van azon, hogy például a szenteste, a karácsony este, illetve az ünnepek-e a nagyobb családé vagy közösségé. Én azt gondolom, hogy a kicsi család, tehát amikor gyerekek vannak, de még az a kicsi család is, amikor férj és feleség szeretetben, a karácsonyi fényekben együtt van, akkor ezek az intimitás pillanatai, tehát nem a nagy találkozásoké. Teljesen természetes, hogy a családok ezen az estén egyedül, együtt, otthon legyenek, és ez a jövés-menés, vagy a nagyobb találkozások, vagy a nagyobb szervezés, az maradjon az ünnep másik két napjára. Sokan vitatkoznak ezen előre. Vannak, akik eljönnek hozzám, és előre feszülten elmondják a várható konfliktusaikat, kérnek tanácsot, elmenjek, ne menjek, mindig mennem kell az anyósomhoz, mindig találkoznom kell a sógornőmmel, és jó lenne ezeket a dolgokat, akár szervezése, akár a dolgok tisztázásával, vagy feloldásával már előtte elrendezni. Tehát lényegében akkor a stressz forrását kell minél előbb pontosan felfedezni. Pontosan a stresszorokat kell kikapcsolni, így van. Térjünk egy picit vissza, említetted a bevásárlást, aztán az autónkra, hogy mennyire figyeljünk az értékeinkre, a házunkra. Mi van abban az esetben, hogyha látogatjuk egymást, megyünk körbe a családon belül, alkalom szüli a tolvajt? Tehát megfigyelhető az, hogy bizony kilesik a háziakat? Alkalom szüli a tolvajt, talán ez a mondás nem véletlenül született. Úgy tapasztaltuk, hogy ilyenkor vannak olyan elkövetők, akik alapvetően nem is gondolnák azt, hogy ők bűncselekményt fognak elkövetni, hanem látnak egy kallódó táskát, látnak egy kabátot, látnak egy nyitva hagyott gépjárművet, és azt gondolják, illetve lehet, hogy benne se gondolnak abba, hogy ha ő ezt eltulajdonítja, ennek következménye van. Nagyon sok fiatal, amikor előadást tartunk, azt föl se fogja, hogy milyen következményei vannak, tehát nem csak a szabadságvesztés büntetésre gondolok, hanem arra is, hogy a saját lelkiismeretével el kell számolni. Tehát igen, alkalom szüli a tolvajt, és ezért vagyunk mi bűnmegelőzési szakemberek, illetve az összes többi kollégám a közlekedés rendészettől a közrendvédelmi osztályok és a bűnügyi osztály kollégáik, akik ebben az időszakban megerősített szolgálatot látnak el, megfelelő létszámban vagyunk jelen a közterületeken, pályaudvaron, bevásárlóközpontokban, az utakon is, és ezzel jelez be azt, hogy biztonságban, tehát mi megadjuk a szükséges biztonságot, de ehhez szükség van arra is, hogy az állampolgár a saját személyes vagyontárgyait és a saját személyét, épségét biztonságban tudja. A karácsony előtti időszak az adakozás és a gyűjtés időszaka is. Gondolom, ezügyben is vannak visszaélések évről évre. Igen, bevásárlóközpontok parkolóiban gyakran feltűnnek olyan személyek, akik adományt kérnek. Valamilyen kis plastikkártyával próbálják igazolni magukat. Erre mindig az a jó tanácsunk, hogy győződjenek meg arról, hogy ez a személy valóban egy hivatalosan bejegyzett szervezetnek a képviselője, bár én úgy gondolom, hogy ők utcán úgysem gyűjtenek soha pénzt. Ha mindenképpen adakozni szeretnénk, akkor keressük meg a szervezetet, személyesen keressük meg, akár interneten, és tájékozódjunk arról, hogy a számlaszám, amit mi kaptunk, az valóban él, valóban oda megy-e a pénz, és ezzel már úgy gondolom, hogyha csak, idézőjelben mondom, csak 500 forintot, vagy 500 ezer forintot adtunk egy szervezetnek, tudjuk biztonságban azt, hogy ez az összeg tényleg oda került, ahova mi szántuk. Ennek lelki háttere is lehet. Megpróbáljuk magunkat megnyugtatni, hogy adunk?
Igen, hát én azt gondolom, hogy most már nem csak megnyugtatás kérdése, hanem nap mint nap látjuk, nap mint nap elgondolkodunk azon, hogy ha van egy jó pillanatunk, hogy vajon másoknak is van-e. Én nagyon sokat gondolok, és gondolom mindazok, akiknek hasonló foglalkozása van, vagy lelke, azokra az emberekre, akiknek nem jut olyan sok minden az ünnep fényeiből. Tehát én megengedőbb vagyok azokkal, akik odajönnek a parkolóba. Én rendszeresen biztatom az embereket, hogy a nagy bevásárlóközpontoknál elhelyezett ruhákat gyűjtő helyekre vigyenek, és hát a magam módján megpróbálom szebbé tenni azoknak az embereknek az ünnepét is, akiknek bizony manapság nagyon-nagyon sokaknak nem olyan fényes a karácsony. Ésszel, lélekkel, biztonságosan talán így összegezhetnénk akkor a beszélgetésünket. Nagyon szépen köszönöm Bogát Margitnak és Németh Andreának, hogy eljöttek hozzánk. Köszönjük szépen, békés ünnepeket kívánok. Boldog karácsonyt. Köszönjük. Mi pedig megyünk tovább, mert hogy a kerékpáros és a gyalogos balesetek visszaszorítását tűzte ki célul a Vasmegyei Balesetmegelőzési Bizottság. Ezért a rendőrök láthatósági mellényt és fényvisszaverő eszközöket adtak ajándékba a bicikliseknek. Sokan viszont nincsenek tisztában azzal, hogy fehér folyamatos vagy villogó fényt adó első lámpa, piros folyamatos vagy villogó hátsó lámpa, piros színű hátsó fény visszaverő kell a biciklire, a kormányon, a két egymástól független féken, a csengőn és legalább az első keréken lévő borostyán színű küllő prizmán kívül. Szakértőnkkel megnéztük a városszéli nagyüzem biciklitárolóját, vajon milyen állapotú és felszereltségű kerékpárokkal járnak munkába a dolgozók. Végül is a kormányon és a hátsó féken kívül, ami feltételezhetően jó, mert kontrafék, azon kívül az első fékre megvan, de az sem működőképes. Ezen kívül semmi olyan kötelező tartozék nincsen, amelyik a közúti közlekedésben elvárt lenne és kötelező. Itt beszélünk a előről hátrafelé a küllőprizmáról előre, a csengőről, a hátsó világításról, az első világításról, illetve a hátsó piros fényvisszaverő prizmáról, ami nem látható ezen a kerékpáron. Tehát ez a kerékpár teljesen alkalmatlan a közúti közlekedésre. Szerencsére pozitív példát is talált a főhadnagy a kerékpárok között. A Vasmegyei Balesetmegelőzési Bizottság kezdeményezésére a rendőrök tájékoztatják és ellenőrzik a bicikliseket, emellett pedig láthatósági felszereléssel is ellátják őket. Az akció a szombathelyi kuplunggyárnál kezdődött, de a megye több városszéli nagyüzemét is felkeresik. Ezekre a munkahelyekre ugyanis sokan kerékpárral járnak. Sajnos az elmúlt időszakban több olyan baleset is történt, hogy éjszaka is korlátott látási viszonyok között történt a gyalogos vagy kerékpáros elütés. Ebből a célból a Vasmegyei Balesetmegelőzési Bizottság a nagyobb üzemek gyárakat, ahol lakottetten kívül található ez a telephely, az oda közlekedőket meg szeretne ajándékozni egy láthatóságot elősegítő eszközzel vagy mellénnyel. Ennek az a célja, hogy minél többen viseljék ezeket a felszereléseket. Ajánlom mindenkinek a láthatósági mellényt, mert azzal megelőzhető a balesetek. A biciklisek szempontjából, meg a gyalogosok szempontjából is. Azért is, mert azért így könnyebben észreveszik az autósok, hogy azért egy gyalogos vagy egy biciklis közlekedik az út szélén. A lábon mozogni fog, tehát még az is segíti a közlekedőket, hogy jobban lássanak, hogy mozgásban lesz ez a... Ezért jó lábra rakni ezeket. És akkor itt a mellény része, ez pedig... Vannak rajta fényvisszaverő csíkok, illetve magába is. Az elején van tépőzár, össze kell tépőzárazni. Ez mindenféleképpen fontos, hogy a szemből közlekedők is lássanak minket. Biciklizni indul Bínó Tamás főhadnagy, arra kértük, lakott területen kívül kerekezzen a délután 5 órai, szinte éjszakai sötétségben. Az egyre rövidülő nappalok és romló látási viszonyok miatt fontos, hogy a kerékpárosok betartsák az előírást. Lakott területen kívül kötelező a láthatósági mellény viselése a biciklisek és a gyalogosok számára egyaránt. 50-es tempóval haladunk a Söptei úton, lakott területen kívül.
Kíváncsiak voltunk, milyen messziről veszi észre sofőrünk a biciklist. Már több száz méterről szembe tűnnek a fényvisszaverő csíkok a mellényen és a pedált hajtó lábakon. Ugyanezt modelleztük a rendőrség Söptei úti udvarán, de már láthatósági eszközök nélkül. A mellény nélkül vaksötétben kerekező segítőnk csak akkor tűnik fel a gépkocsi lámpájának fényében, amikor mindössze néhány méterre vagyunk tőle. Ködben és esőben még nagyobb a veszély. Értelmetlen vakmerőség például láthatósági eszközök nélkül gyalogolni az út szélén, rendkívüli a baleset veszély, mellényben már sokkal jobb a helyzet. Lakott területen belül is megmutatjuk a különbséget, kerékpárosunk mellényben és mellény nélkül. Autósként megint más egy kerékpáros, főleg esőben, hogyha a kerékpáros fekete ruhában van, észrevenni, ugye, hogy milyen más. Hogy... A rendőrség a megye több városában is folytatja a baleset megelőzési akciót. Önnél is van. Ó, de jó, és szokta itt hordani? Minden reggel, vagy éjszaka, vagy ahogyan megyek. Hát ez nagyon szuper. Akkor valahol keresünk egy küllőprizmát, jó? És akkor abban felszereljük még a kerékpárját. Akinél az ellenőrzés során hiányosságot találtak a kerékpáron, azt figyelmeztették, hogy legközelebb bírsággal jár a mulasztás. Ezúttal azonban prizmát szereltek a biciklikre, és a közlekedés biztonságát fokozó ajándékot adtak. Volt, de a kocsiba hordtam, itt én villogót használtam, de ezúttal most már élni fogok, tehát hordani fogom. Közeledik a szilveszter, érkezik a pirotechnikai eszközöknek a szezonja, szakembert hívtunk természetesen a stúdióba. Sok szeretettel köszöntöm Simon Szabolcs rendőrfőhadnagyot. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Melyek a legfontosabb szabályok a használattal kapcsolatban? Hát talán a legfontosabb dolog az, hogy ilyenkor év végére egy egészen rövid időszakra a jogszabály lehetővé teszi azt, hogy nagykorú személyek olyan pirotechnikai termékekhez jussanak, és birtokolhassanak, és felhasználhassanak, amit egyébként éven át tilos. Hogy egészen konkrétan beszéljünk erről, ezek a hármas pirotechnikai osztályba tartozó termékek, amelyekről szó van, és a jogszabály azt mondja, hogy ezeket a termékeket december 28 és 31 között meg lehet vásárolni, szabad birtokolni, tárolni. A felhasználásukra szintén egy egészen rövid időtartamot határoz meg a jogalkotó. Ez nevezetesen december 31-én 18 órától január 1-én reggel 6 óráig szabad ezeket a hármas osztályba tartozó termékeket felhasználni. Most ilyenkor óhatatlanul felmerül bennünk a kérdés, hogy mi van akkor, ha ilyen hármas osztályba tartozó termék megmaradna valamilyen oknál fogva. Ebben az esetben azok az elárusítóhelyek, amiket ilyenkor évvégén a rendőrség egyébként egy eljárási engedélyezési folyamat során ugye határozattal engedélyez, ezek az elárusítóhelyek, ezeket kötelesek visszavenni. Ide vissza is kell vinni ezeket a termékeket, hiszen éven át ezek nem birtokolhatók, nem tárolhatók. A másik talán fontos dolog az, hogy mindenképpen javaslom azt, hogy ezeket a termékeket csak és kizárólag legális árusítóhelyekről szerezzék be a kedves felhasználók, hiszen ott szakképzett pirotechnikusok állnak a rendelkezésükre, óriási a termékválaszték, a skála, tehát mindenki megtalálja a számítását ezekben a termékekben, és nem utolsó sorban, hogyha valaki ezeknél kezdő felhasználó, akkor a pirotechnikusok el is mondják ezeknek a termékeknek a helyes használatát, sőt, ugye az osztályokon kívül fel is tüntetik azokat a tárolásra vonatkozó előírásokat, használati útmutatót, részletes termékleírást, ami ennek a használatát és a szabályszerű tárolását megkönnyíti. A hármas csoportot említette, igen. Ez mit jelent pontosan? Akkor ide tartozik a tűzijáték? Bizonyos tűzijáték termékek, igen. Elég széles a skála elől, nehéz lenne részletesen beszélni. Az a lényege, hogy ezek a hármas osztályba tartozó termékek már viszonylag komolyabb hatóanyagmennyiséggel rendelkeznek, viszonylag komolyabb effekteket tudnak produkálni.
és az ezt követően már csak egy osztály található az európai szabvány szerint, a 4-es pirotechnikai osztály, amit viszont már csak kizárólag szakképzett pirotechnikus használhat fel. Tehát ehhez nagykorú személyek nem juthatnak hozzá, ha csak nem pirotechnikusok. De ezt látjuk akkor a csomagoláson, tehát tudni fogjuk, hogy a 3-ast azt megvehetjük 28-ától 31-ig. Pontosan erről de van szó. Csak 31-én lőhetjük fel, reggel 6 óráig január. Így van, így ezt van. Ezt szerintem sokan nem tudják, vagy máshogy él a köztudatban. Igen, igen, de hát a jogalkotó ezt lehetővé tette 2011. szeptemberétől, mert előtte csak az 1-es, 2-es pirotechnikai osztályok voltak kvázi szabadforgalmúak. Mivel jár a szabálysértés, hogyha valaki megszegi ezt a bizonyos rendelkezést? Igen, ugye itt gyakorlatilag a vásárlással is, a tartással, a birtoklással is meg lehet ezt a szabályt sérteni. Ilyenkor a rendőrség hatáskörébe tartozik egy szabálysértési eljárás lefolytatása, ami azzal a veszéllyel jár, hogy akár 150 ezer forint szabálysértési bírság is kiszabható indokolt esetben. Nyilván megvan az aranyosság mértéke, ha valaki először követel ilyen pirotechnikai termékkel történő szabálysértést, akkor nem a maximális értéket fogja várhatóan kapni, de én azt gondolom, hogy mivel ez az év vége a szórakozásról, a felhasználásról szó, legyünk inkább egymásra figyelemmel, és fordítsunk arra több figyelmet, hogy legális helyről vegyünk ilyen termékeket, és csak abban az időszakban vásároljuk, tároljuk és használjuk fel, amikor erre legálisan lehetőségünk van. Hogyha valaki Ausztriában vásárolja meg ezeket a termékeket, mert úgy gondolja, hogy ott olcsóbb, mire figyeljen? Hát először is arra kell talán leginkább figyelnie, hogy Ausztriában legálisan hozzá lehet jutni a petárdához, aminek a birtoklása, a tartása, a felhasználása Magyarországon szigorúan tilos. Egész éven át, még ebben az időszakban sem. A másik dolog az, hogyha valakinek esetleg hiányos a német nyelvtudása, nyilván Ausztriában ezeken a termékeken, ha bár a pirotechnikai osztályok meg fognak egyezni a Magyarországon használatosakkal, hiszen ez európai szabvány, viszont német nyelven tüntetik fel, mint a használati útmutatót, mint a biztonsági előírásokat, mint pedig a tárolásra vonatkozó előírásokat is. És esetleg, ha ott nem tudunk dűlőre jutni a pirotechnikussal, nem értjük, hogy mit mond pontosan, akkor komoly veszélyt hordoz magába ezeknek a szakszerűtlen felhasználása. Én azt ajánlom, hogy lehetőség szerint Magyarországon vásároljuk meg ezeket. A megyében számtalan ilyen elárusító hely fog engedélyt kapni erre a rövid évvégi időszakra. Mindenkinek szinte az összes nagyobb városban lehetősége van erre, hogy ezt itt Magyarországon megvegye, és a pirotechnikust megkérdezze abban az esetben, hogyha nem biztos ezeknek a termékeknek a felhasználásával kapcsolatban. A másik dolog, hogy itt figyelmet kell fordítanunk a szakszerű tárolásra is, hiszen már akár 28-án megvehetjük, viszont felhasználni csak a szilveszteri rövid 12 órás időszakban van lehetőségünk. Én fontosnak tartom azt, hogy figyeljünk arra, hogy ezek a termékek pincében, alaksorban, tetőtérben nem tárolhatóak. Ezt a jogszabály eleve kizárja. Értelemszerűen figyelnünk kell arra is, hogy tűzveszélyes anyag ne legyen a közelbe. A másik dolog, hogy mivel 3 kg nettó hatóanyag tartalomig lehet ezeket a termékeket személyenként beszerezni, tárolni, birtokolni, hogy ezeket a fiatalkorúak, gyerekkorúak elől gondosan elzárjuk. Illetéktelen ne jusson hozzá. Erre is érdemes nyilván odafigyelnünk. A másik dolog az, hogy ne szennyeződjenek, ne kerüljön rá víz. Ugye előfordulhat, hogy ráfröccsen valamilyen folyadék, elázik a termék, és akkor úgy gondolják, hogy megszárítjuk, jó lesz ez még majd későbbiekben, egy-két nap alatt kiszárad, fel fogom tudni használni. Óriási veszélyeket rejt magába. Ott bármilyen károsodás érheti ezeket az érzékeny termékeket, és ebben az esetben, ha nem sikerül elsőre elműködtetni, esetleg az illető fölé hajol, megpróbál vele babrálni, abban a pillanatban megtörténik a baj. És a kellő késleltetés vagy egyéb kapcsán bizony olyan esemény következhet be, amire nem számíthatunk. Ha egymásra figyelünk, akkor viszont meg tudjuk előzni azt, hogy egymásban, mások testi épségében, egészségében, vagyontárgyaiban, az épített és természeti környezetben komolyabb károkat okozzunk. Simon Szabolcs rendőrfőhadnagynak köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Nagyon szívesen, én is köszönöm a lehetőséget. A téli felkészülés jegyében gyakorlatoztak a tűzoltók a 86-os számú főúton. A lánglovagok 2 órára lezárták a forgalmat, a gyakorlat pedig jól sikerült.
Autóbusz borult az árokba, személyautókat kellett szétvágni, a totálkáros kocsikat daruval elvinni a helyszínről. Ezeket is gyakorolták Vas, Győr-Moson-Sopron és Veszprém megye tűzoltó egységei közösen a 86-os főúton Belednél. A szimuláció lényeg egy téli felkészülési gyakorlat volt a három megyének, Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye és Veszprém megye. Azt szimuláltuk, hogy egy tömeges közlekedési baleset következik be a 86-os főútvonalon, és itt a tűzoltó mentőerőknek hogyan kell beavatkozni, a társszervek milyen feladatokat hajtanak végre ahhoz, hogy a tűzoltóerők be tudjanak avatkozni, a mentendő és mentett személyeket lakosságvédelmi szempontból hol kell elhelyeznünk, és hol milyen melegedő helyekre és egyéb helyekre tudjuk bevinni. Összesen 300 embert mozgatott meg a gyakorlat, ebből a majdnem 100 tűzoltó egymástól is tanult a szimuláció alkalmával. Minden megyének nincsenek meg ugyanazoknak az eszközei, így a vasmegyei tűzoltók azok a daruzás, ennek a mentési feladatnak a részeit gyakorolták a Győr-Moson-Sopron megyei kollégákkal, illetve minden megye más-más eszközzel vett részt a gyakorlaton. A 86-os főútnak ezen a szakaszán gyakoriak a karambolok, telente különösen sok baleset történik itt, ezért választották ezt a helyszínt a lánglovagok. Három katasztrófavédelmi igazgatóság tartott Belett térségében komplex téli felkészülési gyakorlatot. A gyakorlat tapasztalatai azt mutatják, hogy jól kis sikerült, mind a műszaki mentéseket, mind a polgári védelmi feladatokat tökéletesen hajtották végre a kint lévő szakemberek és egységek. Körülbelül 80 fő vett részt a gyakorlatban, ebbe benne van a pápai, a sárvári, a győri, a kapuvári, a csornai hivatásos tűzoltóparancsnokságok állománya, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok kint lévő állománya, Beled és Répcelek térségben a polgári védelmi szervezetbe beosztottaknak a munkássága, a Máltai Szeretett Szolgálat, a mentőszolgálat, illetve a rendőrség szakemberei. A gyakorlat végére a totálkáros autóbusz is visszakerült az útra. Úgy tudni, a karosszériának a Kisalföld volán még hasznát veszi. A téli felkészülést szolgáló művelet 2 órán át tartott, addig teljes útzár volt a 86-os érintett szakaszán. Robóz József tűzoltó őrnagy a vendégünk a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok. Egy kicsit még kapcsolódjunk vissza az előző témánkhoz, a pirotechnikai eszközökhöz, tűz okozás szempontjából. Milyen veszélyeket rejtegetnek ezek az eszközök? Ugye a pirotechnikai termékeknek van egy kezelési útmutatója, illetve felhasználási útmutatója, amit be kell tartani az állampolgároknak. Ha ezt nem tartják be, abból lehet baj, illetve tűzeset. Általában, ugye, ahogy itt említette előttem a rendőr kollega is, 3-as kategóriájú pirotechnikai termékek, amelyek ilyenkor nagyobb veszélyt rejtenek, mert 1-es, 2-es kategóriájú termékekhez hozzáférnek az állampolgárok egész évben, és ezeknek a nem megfelelő működtetése, illetve nem megfelelő helyen történő működtetése okozhat tűzesetet. Gondolok itt arra, hogy ezeket szabad térre lehet zömében működtetni, és erkélyen, lakásban ezeket nem lehet felhasználni zárt területeken, illetve a 4-es kategóriájánál pedig pirotechnikusok vannak jelen, pontosan ezért zárt téri és egyéb területeken, hogy tűzesetet megelőzzék. Előfordul az, hogy nem megfelelően rögzítik, vagy nem megfelelő irányba működtetik el, és ilyenkor az erkélyre kerül be ez a pirotechnikai termék, vagy tiltott termék, petárdát használnak erkélyre, vagy egyéb olyan területre dobják be, ahol esetleg más tárgyakat, éghető anyagot tárolnak, és ebből következhet be tűzeset, illetve ebből következhet be nagyobb baj. Ennek az oltását mi magunk el tudjuk otthon végezni? Vagy hívjuk egyszerre a tűzoltóságot? Hát, ha van otthon tűzoltókészülékünk, akkor természetesen ezt el lehet oltani, de nem minden családi háznál, és nem is előírás jogszabály szerint, hogy tűzoltókészülékünk legyen otthon, illetve hát vízzel ezeket a termékeket azért nem biztos, hogy célszerű oltani. Az illatgyertya része a karácsonyi készülődésnek, úgy mint az adventi koszorú, ezek milyen veszélyeket rejtegetnek? Hát ugye eljött az advent időszaka, ilyenkor elkezdődik a gyertyagyújtás ideje. Én azt tudom tanácsolni, és ez megjelent több fórumon, tájékoztató anyagokat adtunk, illetve figyelemfelhívó anyagokat sajtóban, tévében, honlapunkon is olvasható, hogy a gyertyákat nem éghető hőszigetelt alátétre tegyék, ehelyezzék el az emberek, jól rögzítsék, tehát feldőlés ellen biztosítsák, éghető anyag ne legyen a közelben, illetve arra is figyeljenek, hogyha szellőztetnek, vagy egyéb a húzat ne vihessen oda éghető anyagot erre a területre.
Az állampolgároknak kötelessége felnőtteknek a gyerekeket, a nevelésükben, gondozásukban lévő kiskorúakat, illetve gyermekeket kioktatni a gyertya, a gyufa használatára. Célszerű, ha felnőtt gyújtja meg ezeket a dolgokat, be is vonhatjuk, megmutathatjuk akár a gyerekeknek ezt a dolgot, de mindenképpen felnőttek végezzék ezt a tevékenységet, illetve ne hagyjuk elől a gyufát, illetve az öngyújtót, mert a gyermekek hajlamosak arra, hogy ezt kipróbálják. Ezen kívül nyilván más egyéb éghető anyagot távolítsunk el, ne hagyjuk felügyelet nélkül, nagyon fontos, általában tűzesetek abból keletkeznek, hogy meggyújtják a gyertyát, becsenget valaki, vagy sütnek, főznek, vagy tévét néznek, felügyelet nélkül hagyják, leég a gyertya, elborulhat, eldőlhet, ugye teljesen csonkig leég, és onnantól kezdve, ha van ott éghető anyag, ebből bizony probléma és baleset következhet, illetve tűzeset. Jön a karácsony, mennyire jellemző környékünkön a karácsonyfa tűz? Szerencsére elmondhatom, hogy a tavalyi évben nem volt karácsonyfatűz, a legutolsó karácsonyfatűz 3 évvel ezelőtt volt. Ugye tudni lehet azt, hogy amikor kivágják a fát, akkor valamennyire nyers, és az első időszakban, ez a karácsony-szilveszteri időszakban még nem szárad ki kellőképpen. Eltelik egy 2-3 hét, vagy akár valaki január végéig is szépsége miatt bent tartja a lakásban, kellőképpen kiszárad, mert ugye fűtünk, és utána még csillagszórót meggyújt, a legutolsó tűzeset ebből történt 3 évvel ezelőtt, amikor már ki van száradva a fa, és akkor meggyulladt. Sajnos ekkor be kell avatkozni a tűzoltóknak, ha nem sikerül eloltani. Ez ugye gyantás termék, nagyon jól gyorsan ég, és bizony, ha nincs otthon, vagy nincs közelbe kéznél oltóanyag, akkor itt tűzoltói beavatkozás szükséges, nagyobb kár következhet be. A fényfüzérek mennyire veszélyesek, illetve az ablakokba kihelyezett fényforrások? Ugye nagyon sok helyen látjuk. Van, aki lekapcsolja, amikor elmegy otthonról, de valaki szereti ezt égetni, tehát hogy világítson, mégiscsak egy jó hangulatot ad. Ezek mennyire veszélyesek? Ahogy mondta is, tehát ha elmegyünk otthonról, a fényfüzéreket minden esetben kapcsoljuk ki, húzzuk ki az áramforrásból. Nem szabad áramforrásba hagyni. Ezek azért melegednek, akármennyire is kisebb izzók, égők vannak rajta. Így önmagában külön veszélyt nem jelent. Ugye a fogyasztóvédelmi hatóság is ellenőrzi ezeket, célszerű ezeket boltokban megvenni. Ezeknek is van kezelési, karbantartási, használati útmutatója. Vannak kültérre, beltérre tervezett fényfüzérek, amit szakboltokban veszünk meg, és van hozzá útmutató, azzal probléma nem lehet. Itt inkább abban látom a veszélyforrást, ha a bizonytalan eredetű helyen árustól vesszük meg, ott bizony előfordulhatnak tűzesetek, elektromos gondok, problémák. Megkezdődött már a fűtési szezon, és bizony azóta több tragédia is történt már az országban szénmonoxid mérgezés miatt. Mire hívná fel ezzel kapcsolatban az állampolgárok figyelmét? Ugye itt a szénmonoxid mérgezéssel kapcsolatban Vas megyébe hál' Istennek nem volt még eseményünk az őszi időszakban. Évelején volt ebben az évben 2 esemény, de tragédia nem történt, haláleset nem történt. Tavalyhoz képest jelentősen csökkent a szénmonoxid mérgezések száma. Köszönhető ez a katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztató megelőző tevékenységének is, illetve aznak is, hogy hatósági felügyelet alá került a kéményseprőipari szolgáltató vállalatok, és ezáltal egyfajta felügyelet kontroll következtében tisztítják, ellenőrzik a kéményeket. Itt a gond a nyitott égésterű tüzelőfűtő berendezésekből fakad, ugyanis a környezeti levegőből veszik az oxigént. Ez lehet gáztűzhely, lehet tüzelőberendezés, egy melegítő. Itt célszerű szellőztetni, hogy kellő oxigén jusson a lakásban, mindenféleképpen a fűtés idény előtt szakemberrel ellenőriztetni a tüzelőfűtőberendezéseket, illetve a kéményseprőipari vállalattal sormunka keretében a kéményeket ellenőriztetni. Ezen kívül nyilván figyelni kell, és most jogszabály jelent meg rá, hogy bizonyos intézményekben, így az iskolákban, óvodákban, zenés-táncos rendezvényeken, egészségügyi intézményekben, szociális intézményekben már kötelező szénmonoxid érzékelőt felszerelni. A Tűzmegelőzési Bizottság már tavasszal osztott ki a megyében, ezekben az intézményekben 92 darab szénmonoxid érzékelőt, ezzel is segítve a megelőzési tevékenységet, illetve az új létesítéseknél, ahol nyitott égésterű tüzelőberendezések vannak,
ott pedig már kötelező lesz a szénmonoxid érzékelő elhelyezése a jogszabályból kifolyólag. Mindenkinek ajánlják egyébként a szénmonoxid érzékelő beszerzését? Igen, tehát én ajánlom mindenkinek nagyon jó megelőzési céllal, ahol nyitott égésterű tüzelőfűtő berendezés van. Roboz József tűzoltónagy, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm. Boldog, békés ünnepet a tűzoltóknak. Viszont kívánom. Köszönöm szépen. És ezt kívánom a Szombathelyi Televízió nézőinek is. Vigyázzanak magukra és értékeikre, és a lelkükre is természetesen, hogy egy kicsit visszautaljak még az első beszélgetésünkre. Hogyha nem látták, akkor nézzék vissza interneten a www.stv.hu címen. Találkozzunk januárban is. Minden jót kívánok, viszontlátásra!